Köszöntöm Önöket tisztelettel. Ilyen zimankósabb időben már kevesebb a munka a kertben, így már rám ért, így már el tudtam hívni következő vendégünket. Hogy miért mondom ezt, ezt rögtön meglátják. Bálint György 95 éves kertészmérnök, újságíró. Az SZDSZ színeiben volt országgyűlési képviselő. A II. Világháború előtt és után is szerzett egy-egy agrárdiplomát. Főagronómus, majd főkertész volt, közben 1969-től kertészeti szaklapokat írt és szerkesztett. Bálint gazdaként 1981-től az Ablak, majd a Gazdaképző című műsorok szereplője. Az Európai Művészeti és Tudományos Akadémia tagja, Táncsics díjas újságíró, Gyöngyös és Budapest díszpolgára. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét. És mennyi kitüntetést mégis, mennyi szeretetet a nézőktől. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Valami magyarázatot a tiszteletlenségemre hadd adjak, hogy tegezlek, de hát egyrészt megtiszteltél azzal, hogy tegezhetlek. Számomra ez megtisztelt. Másrészt pedig, hát mi dolgoztunk egy nagyon rövid időt együtt, még hajdanában egy másik televízióban. De hát nagyon messziről jössz a tévés világba. Köze nem volt a te neveltetésednek a médiához, sőt az egész ifjúságodnak nem volt. Vonzott valami, amitől ez ilyen tudatosan épülő média karrier volt, a kertész karrierje? Igen. Ez két tényezőből adódott össze. Az egyik az, hogy én egész életemet a mezőgazdaságban töltöttem el, és ez volt az életemnek és érdeklődésemnek a középpontjában is. És ezen belül pedig valahogy gyerekkorom óta az ismeretterjesztés volt számomra talán a legérdekesebb kérdés ebben, mert mindig úgy éreztem, és ma is úgy érzem, hogy az agrár ismeretterjesztés az átlagosnál sokkal alacsonyabb színvonalon. Hát mert a városi embert eleve nem érdekli, azt mondja, hogy ez tőle távol van, neki ez nincsen semmi köze, ami egy nagy tévedés ráadásul. Igen. Na most ebből következik az, hogy gyerekkorom óta mindig, vagy fiatal emberkorom óta mindig valamiképpen tanítottam. De gyerekkorodban kit? Hát gyerekkoromban ilyen osztálytársaimat tanítottam, akik egy kicsit elmaradottabbak voltak, és Ők vevők voltak? Hát, nem mondták, igen, hogy Gyuri, ne fontoskodj már. Eljöttek hozzám, és mivel nálam otthon szakkönyveket is láthattak, meg képeket láthattak, hát ez számukra is érdekes volt, és tanulságos, és azért ilyen jó kis tanulókör alakult ki körülöttem. Aztán később tanítottam szakmunkásokat, majd tanítottam felsőfokú technikumban, egyetemen előadásokat tartott, szóval valahogy mindig az ismeretterjesztés a középpontban volt, és volt egy nagyszerű mesterem, akiről szívesen megemlékeznék, és ez Szent Ágoltai János volt, akit az élet véletlenül összehozott bennünket, mert egy időben ő volt a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság elnöke, én meg történetesen alelnöke voltam, de a barátság úgy össze is hozott bennünket, meg a kert iránti érdeklődés, úgyhogy úgy hirtelen eszembe jut, hogy gyakran ültünk egymás mellett nagyon unalmas értekezleteken, és János barátom nem nagyon szívesen hallgatta ezeket, és amikor már nagyon eluntam magát, akkor odafordult hozzám, és azt mondta, hogy te és a málnabokrokat mikor kell megmetszeni? Szakirányú kérdés, de hát gondolom egyébként is ilyeneket kapsz mindenkitől.
Tehát kimész az utcára, és hát szerencsére olyan jó egészségnek örvendsz, hogy ez bármikor megteheted, hogy elindulsz sétálni, és akkor megállítanak, nyilván lépten nyomon, és kérdeznek ilyeneket. Ezt nem unod? Ez nagyon, nagyon gyakori, és nem csak Budapesten, hanem mondjuk, hogyha Gyulán vagy Kisvárdán megyek az utcán, vagy valahol leülök egy presszóban meginni egy kávét, akkor majdnem biztos, hogy oda jön hozzám valaki. Mindenre tudod a választ? Mindenre természetesen nem tudom a választ, de a kérdéseknek a 95%-ára biztosan. De azt az 5%-ot is föltétlenül megígérem, hogy válaszolok rá. És nem felejted el? Nem. Nem. Na, az a levélben, vagy e-mailben, vagy valamilyen módon válaszolok rá, mert úgy érzem, hogy ez kötelességem, és hogy ha egy idős hölgy azzal a kérdéssel fordul hozzám, hogy a muskátliának a levele miért sárgul, az a kérdésnek a válasza az, az ő számára nagyon fontos. Most én megkérdezném, hogy miért, mert a mi muskátlink levele is sárgul, de szerintem hagyjuk. Svajda Gergő kollégám megkereste egy régi munkatársadat, hát talán egy picit átmenetileg főnöködet is, de leginkább munkatársadat, lássuk. Nekem a közös munkám Bálint Györggyel elég későn kezdődött, mert én 86-ban keveredtem az Ablak című szerkesztőségbe, ami akkor már ugye 5 éve ment. És tulajdonképpen úgy keveredtem oda, hogy én előtte 7 évig nem voltam képernyőn, és az ablakosok, ha tetszik, csábítottak vissza. És köztük az egyik, akit én nem ismertem, ez a bizonyos Gyuri bácsi volt, aki győzködött engem. És nekem ez a műsor azért volt szimpatikus, mert ez volt a magyar, mondjuk azt, hogy tömegkommunikáció van, az első olyan hang akkor, amely a civil társadalom hangja volt. Tehát megszólalt egy teljesen új hang, ezt azok, akik csinálták, Peták, Sárközi, Feledi, ezt nagyon tudatosan csinálták, és nagyon okosan csinálták, és ehhez a Gyuri bácsi elengedhetetlen volt. Én emlékszem, egyszer kijött hozzánk, akkor volt egy kicsi házunk Pomázon, és akkor a feleségem ugyanezt megcsinálta, hogy Gyuri bácsi itt ennek a fának az ága, mit kell vele csinálni. És akkor ránézett, és azt mondta, Annácska, ehhez hívjon szakembert, nekem fogalmam nincs róla. És akkor elrémültünk, és aztán megmondta, hogy mit kell oda permetezni. Hát ez ugye az a kérdés, hogy kell-e mindenhez érteni? Hát az jó lenne, ha az ember mindenhez értene, de természetesen mindenhez nem lehet érteni. Különösen most a mai világban, most gyakran találkozom azzal a problémával, hogy azt hittem, és ez hamis volt ez a hiedelem, hogy én mondjuk jól ismerem a magyar flórát. És ez tényleg talán elég jól ismerem. Igen ám, de az utóbbi 10-20-30 esztendőben a nemzetközi kereskedelem meg a turizmus, az idegenforgalom következtében rengeteg új növény kerül. Hát van itt már pálmafától kezdve minden. Igen, hát persze. Igen. Ha bemegyek egy virágüzletbe, akkor a felét nem ismerjük azoknak a virágoknak. De vajon ez a magyar flóra része? Hogy? Ez a magyar flóra részévé válik? Tehát lassan ezek elterjednek? Van ami gyökeret ereszt a magyar földben, és van ami nem. És ez jó, hogy gyökeret ereszt? Nem tudom, hogy ezt minősíteni lehet-e. Van ami jó, hogy van ami rossz, ha a parlagfű az 20-30 évvel ezelőtt került hozzánk, délről vándorolt föl az északibb területekre. Nyilvánvalóan nem jó, és nyilvánvalóan védekezni kell ellene. Nem is könnyű védekezni hát ellene. Látjuk. Nem is érünk el kell eredményeket. Hogy lehet? De vannak olyan növények, amelyek most például érdekes, hogy a fügebokrok, azok egyre
jobban terjednek a kertekben. Ugye régebben csak inkább a főúri kertekben, meg a bemutató kertekben lehetett egy-egy fügebokrot látni. Most egyre inkább a családi kertekben is ültetnek fügebokrot, és némi téli védelem mellett ezek nagyon jól érzik magukat a magyar körülmények között. Magyarán akkor neked is folyamatosan tanulnod kell most is még. Igen. Utána kell nézni dolgoknak. Én nagy híve vagyok a jópap holtig tanul elvnek, és a magam részéről is gyakorlom, úgyhogy... Hogy lettél te Gyuri bácsiból Bálint gazda? Ugye az előbb Horváth Jánost hallottuk, hogy most is Gyuri bácsiz, miközben egy ország Bálint gazdának nevez. Hát az úgy történt, hogy én elmentem nyugdíjba. Meg kell mondanom, hogy saját akaratomból, mert éppen akkor talán a csúcspontján volt az a kertészeti heti lap, ami ma is létezik, Kertészet és Szőlészet címen, amelynek én a főszerkesztője voltam, de valahogy az volt az érzésem, hogy ezt a munkát olyan embernek kell végezni, aki olyan középkorú, hogy a fiatalokhoz és az idősekhez egyaránt jól tud közlekedni és kapcsolatot találni. És akkor úgy elhatároztam, hogy ezentúl csak a kertemet fogom művelni, meg ha úgy adódik, akkor egy-egy könyvet szeretnék írni. És ezt el is kezdtem, de nem sokára fölhívtak egyszer a Magyar Televíziótól, ami akkor az egyetlen televízió volt Magyarországon, és Peták István, aki akkor kijelölt főszerkesztője volt az Ablak című műsornak, megkérdezte tőlem, hogy volna-e kedvem a kertészetről, a mezőgazdaságról, a környezetvédelem kérdéseiről rendszeresen tájékoztatni a nézőket. És mondtam, hogy próbáljuk meg. És ő mondta, hogy ne ezen a néven, hanem Bálint gazdaként, vagy ez a te találmányod volt? Nem. Éppen ezt akarom elmondani, hogy kicsit hosszadalmasabb vagyok, elnézés, de hát bementem a stúdióba, és megálltam, és mondtam, hogy ezen túl én fogok ezekről a kérdésekről itten beszélni. És akkor egy fiatal kolléga, nőmán, de sajnos nem emlékszem a nevére, úgy rám mutatott, és azt mondta, hogy ja, akkor maga lesz a Bálint gazda. És ez olyan érdekes dolog volt, mert volt a köztudatban egy Bálint gazda, és ez pedig a Szabad Európa című rádiónak volt a mezőgazdasági szakember. Akkor kimondani nem volt szabad ezt a nevet. És hát szóval rajtam maradt ez a név, a közönség ezt szerette, és ma is szívesen szólítanak Bálint gazdának. Én meg örülök annak, hogyha ezt mondják, mert a falumban, ahol fölnevelkedtem, csak annak mondták azt, hogy gazda, aki már egy kicsit idősebb és tapasztaltabb ember volt, érdemes volt a szavára odafigyelni. Ahhoz tekintély is tartozott a gazda elnevezéshez. Ha már említed a faludat, meg a gyerekkorodat, meg az ifjúságodat, annak azért van egy szakasza, amivel kapcsolatban te a múltkor azt mondtad, hogy miközben szerintem nagyon sokaknak kéne, hogy lelkiismert furdalások legyen, de neked van lelkiismert furdalásod. Te holokauszt túlélő vagy. És azt mondtad, hogy neked a holokauszt miatt, amiatt, hogy nem tettél semmit, lelkiismert furdalásod van. Miért? Miért neked? Miért kellene, hogy te érezd úgy, hogy valamit nem tettél meg? Egy francia közmondással válaszolnék erre a kérdésre. Van egy ilyen kicsit cinikus mondás, hogy noblesse oblige, hogy egy
emelkedettebb gondolkodású embernek kötelezettségei is vannak. És én úgy érzem, hogy az én fiatalkori felnevelésem, szüleim részéről és a középiskolai tanáraim részéről, akiknek egy része ferences rendi szerzetes volt, az bizonyos kötelezettségeket rót az én társaimra és én rám is. És úgy éreztem, hogy minden embertelenség és társadalom ellenesség ellen valamiképpen védekeznünk kell. Tudom, hogy ez nem jó. Ma is úgy élek, hogy a feleségem nagyon gyakran tesz nekem szemrehányást, hogy én a vállamon érzem és viselem a társadalomnak a gondjait, pedig hát már régen nyugdíjas vagyok, és élhetnék vidáman, és nézhetném, hogy a virágok milyen szépen díszlenek. De engem változatlanul érdekel az, ami körülöttem, és a körülöttem lévő és általam kedvelt, vagy éppen nem kedvelt emberekkel történt. De azt foglalkoztatod, hogy mit tehettél volna a holokauszt ellen? Igen, az is foglalkoztatott, és sok minden. De hát neked kellett volna tenni, aki az áldozata voltál, aki majdnem az hát életedet adtad? Lehet, hogy ez egy naív elképzelés, de néha volt olyan szituáció, amikor lehetett volna tenni. Én talán csak azért nem teszek magamnak szemrehányást, mert abban az időben, amit majdnem 3 évet munkaszolgálatban, Erdélyben, meg Lengyelországban, meg Ukrajnában töltöttem, az alatt sokat segítettem a társaimnak. De ez úgy érzem, hogy kevés volt ahhoz képest, amit meg lehetett volna tenni. Voltak dolgok. Egészen véletlenül például ezt soha senkinek nem mondtam el, de most neked elmondom, ha már ilyen konkrét kérdést tettél föl nekem, és amit elviszek magammal haza, és még gondolkodom rajta, hogy 1943 őszén mi Ukrajnából jöttünk vissza, és valahol Kárpátalján volt a századunknak a központja, és nagyon le voltunk rongyolódva, most már emlékszem, Marmaros sziget volt ez, és volt egy századparancsnokunk, akivel én nekem azért volt valamelyes lelki kapcsolatom. És hozzájárult ahhoz, hogy 3-an el tudtunk jönni legális úti okmányokkal Budapestre téli ruhákat szerezni a század dolgozóinak. És ezt egy vagónyi ruhát összeszedtünk mindenféle nehéz körülmények között is. Engem is egyszer elfogtak a utcán közben, de hát ezt most sem mondom el. És visszavittük a csapat a századunknak. Annak ellenére visszavittük, hogy minket az október 15-i kormányzói beszéd az szerencsen ért. És módunk lett volna akkor otthagyni ezt a ruhaszállítmányt, és elmenni Debrecenbe, ahol már
megtörtént a felszabadulás, már ott voltak a... De annyit hagyd tegyek hozzá, ez nem 43, ez 44, amiről mesélsz. Ebből ez következik, ez 1944, igen. És visszamentél a csapathoz a társaiddal együtt, visszavettétek a ruhákat? Visszamentünk a csapathoz, és azt hiszem, hogy sok embernek az életét megmentettük azzal, hogy... Erről hogy lehet nem álmodni naponta? Erről hogy lehet nem álmodni naponta? Hogy lehet ezt nem megélni naponta, újra és újra ezen rágódni? Hogy lehet ezen túljutni? Hogy lehet? Túllépni ezen. Ezen a koron. A koncentrációs tábor emlékén, a munkaszolgálat emlékén, az éhezés, a nyomor, a halottak emlékén. Érdekes módon az utóbbi időben nagyon sok emlékem jött vissza, és ez éppen talán azért volt, mert a holokausztnak éppen a 70. évfordulója ját ünnepelte meg az ország, meg a világ. Igen, meg lehet élni, az ember nagyon sokat meg tud élni. Én sokat láttam azt a fronton, ahol ugyancsak nagyon nehéz körülmények között éltünk, és átéltük, hogy a lovak már régen elpusztultak, amikor az emberek még mindig éltek mellettük. Hogy gondolsz vissza az életedre? Kárpótolt az élet? Ez az elmúlt 70 év, ez nyújtott valami kárpótlást? Ez a rengeteg szeretet, amit nagyon kaptál? Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni. Az életem az nagyon húzós volt. Tele volt hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel, jóval és rosszal. Ezért adtam a címet annak az életrajzi könyvnek, amelyet hát 10 évvel ezelőtt írtam, hogy keserédes éveim, mert nagyon sok keserűség és nagyon sok édes is volt benne. Én úgy érzem, hogy egy izgalmas, mozgalmas életet éltem, annak ellenére, hogy szinte mindig az országban voltam, és alig tudtam rálátni a világra, annak ellenére, hogy azért mondjuk beutaztam a világot. De minden cselekedet, ennek az indító rúgója mindig az volt, hogy mi az, ami előnyös az ország számára, és különösen a vidék számára, amely sokkal többet érdemelne a társadalomtól, mint amennyit megkap. És nagyon, nagyon érdekel és nagyon érdekes számomra az a folyamat, ami most megindult a világban. Az irodalomból tudom, hogy Amerikában például ez a Make Yourself mozgalom, hogy termelj magadnak, ez milyen sikeressé válik. És ennek talán a legjobb példája az volt, amiről a magyar sajtó nagyon keveset adott hírt, de én valahol olvastam, hogy amikor a Barack Obama 2 hónappal ezelőtt meglátogatta a pápát, akkor a szokásos ajándékcsere alkalmával a pápa egy nagyon szép kiállítású bibliával ajándékozta meg az elnököt. Az elnök viszont neki egy doboz vetőmagot adott át azzal, hogy Castel Gandolfóban a pápa nyári rezidenciáján vessék el, és termeljenek zöldséget, meg gyümölcsöt belőle, mert ez viszi előre az embereknek a társadalmát. Ez a történet legyen a végszó ebben a műsorban. Megtiszteltetés volt hallgatni téged.
köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, jó egészséget kívánok, és sok munkát, mert úgy látom, hogy van még feladatod bőségesen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, megtalálnak minket a Facebookon, van a műsornak ott oldal, ezt gondolom tudják, van új könyvünk is, remélem örömmel forgatják. Köszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!